Az Észak-Kelenföldi óvoda székhelye a Tétényi úti óvoda. Ezen kívül három telephely működik, többnyire vegyes csoportokkal. Az egyik telephely a Keveháza utcában van, a másik a Bikszádi utcában található, ez a Napraforgó óvoda. A Palánták óvoda a Mérnök utcában van. A csoportlétszámok 18-20, illetve 25-27 fő között alakulnak. A hosszú távú cél azonban, hogy mindenhol ugyanannyi óvodás töltse el a mindennapjait. Mindenhol van tornaszoba, ahol a rendszeres testnevelés foglalkozások mellett vannak preventív mozgásfejlesztések, például a testtartást is javíthatják ezekkel. Vannak, akik intenzívebb figyelmet igényelnek, az autizmussal élő gyermekek, velük külön mozgásterapeuta foglalkozik. Az óvónőink és dajkáink számára egyformán nagyon fontos az, hogy a gyerekekkel nagyon-nagyon sokat játszanak, hogy személyesen megismerjék őket, hogy mindenki számára az egyénileg legfontosabb fejlesztést tudják megadni, hogy személyre szabott legyen az a fejlődési ív, amit a gyerekek bejárhatnak, hogy egy valódi szeretett kapcsolat legyen a dolgozóink és a gyerekek között. Nagyon hangsúlyos nálunk a szülőkkel történő együttműködés. Ennek érdekében a csoportos pedagógusok folyamatosan együtt dolgoznak a csoporton belüli szülői munkaközösségi tagokkal, hiszen azt gondoljuk, hogy a gyerekek elsődleges nevelési közege az a család, és ezt egészíti ki az óvodai nevelés. Az óvodában dolgoznak fejlesztő szakemberek is, de az óvoda pedagógusaink a mi szakembereink, akik egy nagyon komoly pedagógiai munkával támogatják a gyerekeket a mindennapokban. Ez tervezett, szervezett fejlesztés, ami különböző hosszú és rövid távú tervekkel pedagógiailag megalapozottan végeznek. A napirend leghangsúlyosabb része a játék. Ennek során az óvoda pedagógusok irányításával a gyerekek megtanulnak együtt játszani, egymással kommunikálni, az esetleges konfliktusokat kezelni. Négy feladatellátási helyünkön három profilból tudnak választani a szülők, a családok. A székhelyi épületünk és a Napraforgó telephely a Bikszádi utcában hagyományőrzéssel foglalkozik elsősorban. Ez a leghangsúlyosabb az általános értékek mellett. A Keveháza utcai telephelyünkön Montessori jellegű nevelés folyik, ahol Montessori nevelési eszközöket és módszereket alkalmaznak, ezt egy kicsit saját profilunkra alakítva használják. Ez azért különösen hasznos, mert az óvoda szomszédságában lévő iskola is ezzel a módszerrel dolgozik, így meg tudjuk könnyíteni a gyerekeknek az óvodaiskola átmenetet. A Palánták telephelyünkön, a Mérnök utcában, ott pedig az egészségnevelés a leghangsúlyosabb különlegességünk. Minden telephelyünkön integrálunk beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézséggel küzdő gyerekeket, illetve sajátos nevelésigényű gyerekeket. A székhelyi épületünkben és a Napraforgó telephelyen autizmussal élő gyerekeket integrálunk, és minden telephelyünkön integráljuk az egyéb pszichés zavarral küzdő gyermekeket. Ami eltérő és büszkeségeink, ilyen az érzékenyítő programunk, amit mi dolgoztunk ki, ez most már megvalósul minden épületünkben. Ezzel a fogyatékkal élő emberek világát ismertetjük meg a gyerekekkel, illetve különlegességünk még a kooperatív tanulástechnikák alkalmazása, ami alapvetően egy iskolai módszer volt, és ennek óvodai alkalmazását mi dolgoztuk ki. Ezzel a két programunkkal az Oktatási Hivatal bázis intézménye is vagyunk. Ez azt jelenti, hogy más pedagógusoknak tartunk bemutatókat, tanítjuk nekik ezeknek a módszereknek az alkalmazását, illetve motiváljuk őket, hogy ők is kipróbálják, hiszen ezek a gyerekek érdekeit szolgáló újítások, fejlesztések. Az udvari játék szintén a mindennapi élet szerves része. A többféle eszközzel felszerelt terek fejlesztik a leghatékonyabban a gyerekek mozgását. Az intézmény minden feladatellátási helye örökös zöld óvoda, amely a kisgyermekek környezettudatosságra nevelését támogatja, valamint segíti a fenntarthatósági szempontok beépítését a mindennapi működtetésbe.